Nos, mi jár a fejében? Hát ez az, ami mindenkiében. A lényegre nagy okos. Agyhullámok. Az agyhullám. A találmányom. Bármilyen tévéjelet képes egyenesen az agyba sugározni. Az idegsejtek ingerlése és az agyhullámok manipulálása révén a nézőknek teljesen olyan érzésük támad, mintha benne lennének a műsorban. Ez a gép manipulálja az agyunkat? Igen. Ez az. Tökéletes. Mi a menkő folyik itt? Megmondtam, hogy a kutatásnak vége. Hívom a biztonsági őrt. A koffein ölni képes? Kejfelé is jári kísérleti nyuszi. Mit bőven? Oldozzon el! Nem fog fájni. Legalábbis nem hinném. Mire készül? Ha megmeri nyomni azt a gombot? Melyiket, ezt? Zseniális! Hogyan varázsolja el ezeket a képeket? Ez kedvesen maradjon az én titkom. Csökken a felbontás! Kakaót! Ilyen, miközben a politikusok elhíznak, néhány szemből mártír, millióban a drog rabja lesz. Mi dönt? Mi? Vetélkedőnkben ön nyerte az észvény! Választom az ajándékot, ami az egyes koponya mögött van. Lássuk, milyen nagyot nyert a versenyző. Stigli, ennek a sikernek úgy örülök, vagy őrülök. Mindegy, lényeg, hogy leszívom az agyad. Nagyszerű leszek, sőt, sok eszű leszek. Egy csoda, egy raj, egy falka bifikás, Freud, bizony! Találós kérdés? Brat! Mi az? Valakinek minden, de mindenki másnak semmi. Az agyat pupák, és most az enyém elszívja a tiédet. Dől át belém az IQ, őrül az elméd, csapolom az agyad. Fred! Hát ez csúcs! Mi az ördög volt ez? Egy megdöbbentő mellékhatás. Még maga a térhatású tévén bűvöletében volt. Én az agyhullámai által eszesebb lettem. A lényegre nagy okos. Ez itt a lényeg. Interaktív holográfia? Csak a közvetlenül az agyba sugárzott magas frekvencia eredményezhet ilyen képek. Igen, irigli az ötletet? Hadd mutassam be! Most az ön agyára megy a gép, most pedig az enyémre! Sugárzik az értelem a homlokomról! Megpróbálhatom még egyszer? Természetesen. De csak az első volt ingyen. A jövő! Továbbfejlesztett találmányom interaktív holografikus ábrándokat kínál. A képeket tud bevinni az agyba. Mi akadályozza meg benne, hogy ki is vonjon a képeket? Mostantól ön is részese lehet a cselekménynek. Cégünk új térhatású élményt visz minden otthonba. Hölgyeim és uraim, hadd meséljem el az álmomat. Az adó meghódítja majd Amerikát, és egy napon a világot! Helyi híradásunk élén beszámolunk arról, hogy téradója valóságos tömeghisztériát okozott. Kisebb fajta lázadás tört ki azok előtt az üzletek előtt, ahol az adó már elfogyott. Alig van már család, ahol ne lenne otthon még ma téradó.
Az ellentábor szerint az adó eltompítja a nézők agyát. De Edward Nigma csak legyint erre, mondván, hogy annak idején a tévéről is ezt jókolták. Befélelőzött agyakba, és most azt tervez, hogy olvasni is fog bennük. Én kis találvány. Ellátva engem, hitelkártya és bankszámla számokkal, szexuális és politikai titkokkal. Fejembe árad. A győzelmem kivéthetetlen, mert ha a tudás hatalom, Isten, nem már mit. Új trükköt tud a szerkentyű. Feltérképezi az agyat. Jó estét. Engedje el magát. Mesélje el az álmát. Mesélje el az ábrányát. Mesélje el a titkait. Mesélje el a legmélyebb, legsütébb szorongásait.